A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a kedves nézőket. A mai köztérben a mesterséges intelligenciáról és a marketingről beszélgetünk, így ennek a kettőnek a kapcsolatáról vagy a segítségéről. Vendégem a stúdióban vonnák Péter Marketing szakértő. Köszöntöm itt a stúdióban. Üdvözlöm, és köszöntöm a nézőket is. Nagyon örülök, és köszönöm a felkérést! Éppen mondtam így az előzetes beszélgetésünkben, hogy hát annyira nem vagyok nagyon képben még sajnos így a mesterséges intelligenciát tekintve sem, a marketingben betöltött szerepét meg annyira sem ismerem, mint magát a mesterséges intelligenciát. De miért is olyan nagy segítség, vagy segítség lehet a mesterséges intelligencia a marketing szempontjából? Köszönöm szépen, és örülök is, hogy tudunk olyan témákról beszélgetni, ami, ami nagyon sokakban felmerülhet kérdésként, és ugye a, rögtön az első kérdéshez kapcsolatban, hogy miért fontos és hogy tudja segíteni a marketinget ugye automatizálni tud. Nagyon sok olyan szoftveres megoldás jelenik meg nap, mint nap, ami gyakorlatilag a marketing folyamatokat tudja optimalizálni. Konkrét példákkal szeretek élni, és hogy mi milyen módon használjuk. Emiatt én hoznék is erre egy példát, hogy az egyes, mondjuk egy riportot, egy havi riportot, amit beküldenek a kollégák, tudjuk olyan módon kiértékelni, hogy ezeket a riportokat feltöltjük a, a mesterséges intelligenciával feldolgozzuk, a feldolgozott anyagból készítünk egy összegzést, és abból az összegzésből tudunk megállapításokat tenni, és abból az összegzésből gyakorlatilag a mi munkánk sokkal hatékonyabbá válik, mert nem kell egyenként átnézni ezeket a riportokat. Az összesítésbe tudunk gyakorlatilag kérdéseket feltenni a mesterséges intelligenciának, ami még tovább tudja automatizálni ezt a folyamatot és segíteni a mi munkánkat azáltal, hogy a kiértékelésben összesítve jelennek meg ezek az adatok, és a, a riportoknak az egyes részeibe is belekérdezhetünk. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy az a legjobb, hogyha beszélgetünk a mesterséges intelligenciával. Tehát ő is megismer minket, és akkor tud a leghatékonyabban a kezünk alá dolgozni, hogyha, hogyha egy beszélgetést kezdünk vele. És, és amit nagyon fontos megemlíteni már az elején, hogy hogy nincs olyan, hogy univerzálisan használható utasítás. Tehát nem tudom neki azt mondani, hogy oké, okay, ezt a a három mondatot mindig bemásolom, és akkor nekem megvan a 100%-os eredmény. Ilyen, ilyen nem létezik. Olyan létezik, hogy megkérem, hogy segítsen, tegyen fel akár kérdéseket egyenként, és ezekre a kérdésekre válaszolok, és így az én szaktudásom is benne lesz, és egy olyan minőségű anyagot kapok a végén, ami, ami segíti gyakorlatilag azt, hogy hogy az a produktum, amit előállít, az egy minőségi produktum legyen, és, és, és nem egy teljesen a témától elrugaszkodott kimenet. És, és azt gondolom, hogy a, a marketing folyamatokat különböző szoftverekkel, ami mesterséges intelligencia alakú, kiválóan lehet optimalizálni. Mikor kezdték el használni a mesterséges intelligenciát, mikor vették el, vagy mikor vették észre a benne rejlő lehetőséget. Mi marketing ügynökségként másfél évvel ezelőtt vezettük be a gyakorlati alkalmazását. Uh, gyakorlatilag mi is tanuljuk folyamatosan a, a szakértőktől. Engem Wolf Gábornak a, a Goto Marketingnek a vezetője. Uh, nek a tananyagot uh, fogott meg igazán, mivel hogy abban a tananyagban olyan gyakorlatiasan volt levezetve, hogy hogy lehet használni és hogy lehet uh, gyakorlati módon implementálni a folyamatokban a mesterséges intelligenciát, hogy az, az rögtön így megfogott, és azt mondtam, hogy hű, erről többet szeretnék tudni. Azóta több konferencián részt veszünk, mind én, mint pedig a kollégáim, és folyamatosan követjük, mert ugye ez tényleg egy olyan téma, ami, ami annyira dinamikusan fejlődik, és olyan szinten, napi szinten jelennek meg, vagy inkább azt mondanám, hogy percenként, óránként jelennek meg az újabb és újabb szoftverek, tehát, hogy erről ennek sosincs vége ennek a fejlődésnek, és én azt gondolom, hogy, hogy azok a cégek tudnak talpon maradni, fejlődni, akik mindig követik a trendeket. És ugye a mesterséges intelligencia egy olyan trend, amit hogyha nem követünk, vagy nem élünk az a mesterséges intelligencia által adott lehetőségekkel, akkor lemaradunk, és hogyha lemaradunk, akkor elhúz mellettünk a, 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 a piac, vagy a versenytársak. És azt gondolom, hogy, hogy emiatt nagyon fontos, pláne egy ilyen témánál, ami napról napra változik, követni a híreket, és megnézni azt, hogy most éppen aktuálisan mik azok a, a területek, amiket tudunk használni annak érdekében, hogy a marketingünk hatékonyabbá váljon a mesterséges intelligencia segítségével most azért fiatal, fiatalnak kell ehhez lennünk, hogy befogadjuk a mesterséges intelligencia lehetőségeit, vagy, vagy akár idősebben is nekjáratunk annak, hogy kikérjük a véleményét, hogy meghallgassuk, hogy mit mond egy, -egy témában. Abszolút nem kell fiatalnak lenni, tehát hogy én, nekem nagyon sok ismerősem van, a tulajdonos társam is napi szinten alkalmazza egyébként egy idősebb korosztály, de nem idős korosztály, viszont én azt gondolom, hogy hogy erre a nyitottságnak kell meglennie, a korosztálytól független az, hogy ki mikor kezdi el használni. E, és, és én azt, azt, gondolom, hogy ha valaki belátja azt, hogy, hogy ezt milyen módon tud a mesterséges intelligencia keze alá dolgozni, akkor, akkor en, ezzel élni kell. És, és ugye nagyon sokaknak a fejébe felmerül az, hogy ez veszélyes, inkább nem használom, nehogy valami problémát okozzak ezzel. Ugye nagyon sokszor kaptam meg én is ezt a kérdést, hogy de ez mennyire veszélyes. Nyilván vannak veszélyforrások, amit folyamatosan kezelnek is, tehát hogy például az EU-s rendelet, ami, ami néhány hónapja jelent meg, már szabályozza azt, hogy a szoftver készítők milyen fejlesztéseket tehetnek a szoftveren belül, ami nem lépi át azt a határt, ami a veszélyes irányba mozdítaná el. Másrésztről pedig a felhasználók is szabályozva vannak azáltal, hogy amik már megtévesztő tartalmak lehetnének, tehát hogy mondjuk teljesen a a, a, egy videóból, egy kétperces videóból leklónoz gyakorlatilag és, és használható lenne megtévesztő vagy rosszindulatú videóként, ott már a mi hozzájárulásunkat is kéri, amit fel kell olvasni egy jogi szöveg, hogy igen, én kimondottan hozzájárulok ahhoz, hogy a képmásomat ilyen módon felhasználja a mesterséges intelligencia. Azok a területek, ahol pedig ilyen hozzájárulást nem kérnek, ott is fel kell tüntetni azt, hogy igen, ezt a videót mesterséges intelligencia készítette, de ezeken a területeken, ahol hozzájárulás nem szükséges, ott azért látszik, hogy egy mesterséges intelligencia által készített tartalomról van szó. Így én azt gondolom, hogy, hogy ez a terület egy megfelelően kézben tartott terület. Nyilván nagyon nagy figyelem fordítódik erre a területre. Már nem csak most az elmúlt évek során, de már korábban ugye elkezdődött ez a folyamat. Most felgyorsult ez a folyamat, de én azt tudnám kiemelni, hogy, hogy maga a mesterséges intelligencia, mindig ahhoz hasonlítom, hogy mint ahogy az elektromos áram is amikor megjelent a, a mindennapokban, rengeteg veszélyt hordozott, amíg nem tudtuk megtanulni szabályozottan kezelni. És, és azóta fényt hoz az életünkbe, és, és segíti a mindennapjainkat. Én ugyanígy gondolok egyébként a mesterséges intelligenciára, hogyha jól kezeljük, jól használjuk, akkor szintén segíti a mi működésünket, és én lehetőségként tekintek erre. A, és nyilván arra, az, az is fontos, hogy szakértő ezekben használható a legjobban a mesterséges intelligencia. Próbálkozni egyébként érdemes vele, sőt, hogyha én, én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljes mértékben soha megtanulni. De minél többet próbálkozunk vele, minél több tapasztalatot szerzünk a használatában azáltal, hogy, hogy érdekel minket a téma újabb és újabb területeket, bekostolunk bele, megnézzük, hogy hogy lehet feliratozni vele, hogy lehet egy képet animálni vele, hogy lehet több nyelvűsíteni egy videót általa, mondhatnék nagyon sok ilyen területet, ahol, ahol aktívan lehet használni. A, e, e, ezt azt gondolom, hogy akkor tanulja meg az ember, ami közben használja. És ez erre mindenkit buzdítok egy. Ugye mondta, hogy sok mindenben lehet a segítség, de szerintem mi is így nem marketingesként is ugye sok mindenben használjuk, de marketingen belül egyébként így mondjuk a piaceremzésben hogyan tud segíteni a mesterséges intelligencia. Ugye folyamatos fejlődésről van szó, tehát már vannak olyan mesterséges intelligencia alapú keresők, amik rengeteg oldalt, videós tartalmat, blogot, tudományos cikket néznek át és az által gyakorlatilag piacelemzés funkciókat kap a, mesterséges intelligencia, sőt, ezekben a keresőkben még azt is ki tudjuk választani, hogy milyen típusú tartalmakban keresem, hogy csak tudományosan publikált tartalmak alapján adjon választ. Mert hogyha ugye ezt bekattintjuk, rögtön tudhatjuk azt, hogy, hogy fals információk nem fognak bekerülni a rendszerbe, hisz ezek tudományosan publikált anyagok. Amikből dolgozik a mesterséges intelligencia, és amikből információt gyűjt, ahhoz, hogy mi hatékonyan tudjunk piacot elemezni, és ezt valós időben teszi egyébként. És folyamatos fejlesztés, ugye a legnagyobb, vagy legismertebb inkább azt mondanám, az OpenAI által fejlesztett ChatGPT alkalmazás, és az OpenAI-nak vannak különböző fejlesztései, amik jelenleg is folyamatban vannak. Ezek közül is mondok néhány érdekességet. Például a, az OpenAI által is fejlesztésre kerül egy videó készítő, ahol utasítások által tudunk videós tartalmat készíteni, így a, a, stock felvételeket például le tudjuk cserélni olyan izgalmas felvételekre, amit egyébként nem tudnánk a világhálón vagy, vagy bármilyen stock oldalon fellelni, és egyedi szituációkat tudunk eljátszatni vele. Ugye az a fontos, hogy nagyon-nagyon részletesen le kell nekiírjuk ahhoz, hogy abból egy minőségi tartalom szülessen, de az OpenAI fejleszti ugye a, a Search GPT területet, ahol, ahol szintén a Google-nek egy nagyon nagy vetétársaként jön be a piacra egy valós időben mesterséges intelligencia alapon egy keresőfelület, ahol szintén tudunk ilyen funkciókat, akár piacjellemzési funkciókat is elérni. De említhetném azt is, hogy hogy az azonnali képfelismerés és képfeldolgozás is nagyon érdekes téma, amikor már a telefonunkkal szkenneljük be a, a környezetünket, és Valós időben kérdezhetünk tőle, hogy amit lát a kamera képen, az az micsoda vagy az hogy lehetne mondjuk a, a, az otthonunkba szeretnénk megterveztetni a belső teret. Körbevisszük és javaslatokat kérünk, hogy, hogy hova mit lehetne érdemes átterveztetni. Vagy éppen a valós időben való beszélgetés. Én nagyon sokat használom így a, a ChatGPT-nek a a beszéd funkcióját, hogy Utazok valahová autóban, elindítom magam mellett a telefont, és mint egy asszisztenssel folyamatosan beszélgetek, folyamatosan kérdezek tőle ugye hangalapon, folyamatosan válaszol hangalapon, és abból a, a beszélgetésből az út végére gyakorlatilag én nagyon sok információt összegyűjtök, akár arról a tárgyalásról, vagy fel tudok készülni arra a tárgyalásra, ahova éppen tartok, vagy legalábbis nagyon sok új ötletet tud azzal kapcsolatosan adni. És ezek a, ezek a fejlesztéseknek a, a, a sora, ez vége láthatatlan, tehát, hogy napról napra jönnek ki az újítások, ezek folyamatban lévő újítások, és napról napra segítik a, az életünket. Még egy példát hoznék ide a gyakorlati alkalmazásra, amikor arról beszélgetünk, hogy a képernyőt, amit, amin éppen dolgozok, a számítógépen valós időben tudja elemezni a mesterséges intelligencia. Én mondjuk Excelben dolgozok egy órát, kérem, hogy, hogy figyelje, hogy milyen munkát végzek, és ennek a, a folyamatnak a végén gyakorlatilag megkérem, hogy ugyanezt erre írjon egy függvényt, amit eddig az Excelben elvégeztem és ő elkészíti. Vagy éppen egy weblapot is tud ugyanígy optimalizálni, ami munkafolyamatot végzek valós időben, azt ö, automatizálni tudja. Természetesen ez egy jövőbeni újítás, de, de itt állunk a küszöbén. Mennyi idő alatt készül mondjuk el egy, egy új ilyen Excel tábla, amit így mondott? Tehát, hogy mennyi, mennyi időt kell várnunk arra, hogy meg legyen a megoldás, ami az éjjel által Hát ez, ez, ez néhány, vagy másodperc, vagy perc, perc az, ami, ami alatt ezt el fogja tudni készíteni. Nyilván azért is emeltem ki, hogy ez, ez a jelenleg fejlesztés alatt álló tudása lesz a mesterséges intelligenciának, de már most is vannak olyan van olyan tudása, hogy, hogy be tudok tölteni neki akár Excel táblákat, és akkor ebből tudok, meg tudom kérni, hogy készítsen akár függvényeket, vagy éppen prezentáljon egy, egy weboldalt egy PDF-ből, amiben van rengeteg anyag, de statikus anyag, és ő dinamikus weboldallá tudja ezt alakítani. Úgy beszél tényleg a mesterséges intelligenciáról, mint hogyha egy plusz munkatárs lenne, akit így a mindennapokban lehet használni vagy alkalmazni. Tényleg ennyire, ennyire minden, minden marketing cégnél esetleg ezt így bevetik, ezt a mesterséges intelligenciát? Én azt gondolom, hogy aki nyitott és fejlő, folyamatosan fejlesztő, ezt nem tudja kikerülni. Tehát, hogy a marketing ügynökségek esetén én azt gondolom, hogy aki innovál és halad a korral, ők, ők használják. És azt gondolom, hogy az a jó út, aki, aki használja a marketing ügynökségek esetén is, mivel ezzel tud még Hatékonyabbá válni, és az ügyfelek felé is egyre több lehetséges megoldást kínálni. Mi például ugye stúdió, fotó, videó, marketing ügynökség területen egy átfogó stratégiát alkotunk meg, amikor, amihez tartoznak videós tartalmak. A korábban a videós tartalmak elkészítése az mindig személyes jelenléttel, videózással tudott csak megvalósulni. És nyilván ezeknek a költsége is magasabb annál, mint hogyha valaki eljön a stúdiónkba, felvesszük vele a, 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 az avatárhoz szükséges, avatár elkészítéshez szükséges felvételeket. Ezek rövid videós anyagok, két, kettő és öt perc közötti videós anyagok, egy-egy öltözékben, majd akár több öltözékben felvesszük ezeket az anyagokat, megvan egy ilyen videó készítés egy óra alatt, és ebből viszont a korlátlan mennyiségű videót tudunk később úgy készíteni, hogy akár az adott ügyfelünk csak egy hangfájt küldel, el, amit ráillesztünk az ő avatárjára, vagy egy szöveges fájt, és, és nyilván akkor a hangját is tudja utánozni, és uh, ehhez már nyilván kell az ügyfél hozzájárulása is, hogy ilyen uh, módon tudjunk készíteni uh, róla anyagokat. Uh, de de nagyon jól használható, és akár több nyelvű videókba is ha, uh, jól használható ez a technológia, tehát ő ugyanazt a tartalmat el tudja mondani uh, több mint 150 nyelven. Ami pedig. Jó lehet neki megszólítani a, a, a célpiacát, vagy akár egy belső képzéshez videós tartalmakat tud gyártani e, különböző nyelveken, és mondjuk egy nemzetközi hálózatnál ez egy kiváló lehetőség, akár a belső kollégáknak a, a tanítására különböző nyelven, mintha az a szakértő ezeken a nyelveken is beszélne. Van egy kísérlet, ami így az egyik közösségi oldalon van, az ön profilja alatt. Milyennek a kísérletnek a célja, a lényege? Nyilván azért a figyelemfelhívás gondolom én egyébként a mesterséges intelligenciára. Mi is ez a kísérlet? Természetesen igen. Mindig azt gondolom, hogy akkor lehet kitűnni a tömegből, hogyha olyan technológiákat alkalmazunk, amit más még előttünk nem, vagy hogyha előttünk is alkalmazták, akkor is... Élni kell azokkal a lehetőségekkel, ami mind az újdonság. És az újdonság erejét alkalmazzuk mi is, és ezáltal készítettünk például az én profilképemből egy videós anyagot. Tehát azt a profilképet animálta meg úgy a mesterséges intelligencia szoftver, hogy abból egy mozgó animált videó állt elő, és nyilván ezekből a tartalmakban nagyon sokféle közösség médiára optimalizált tartalmat tudtunk elkészíteni, amiben felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligenciát milyen módon lehet alkalmazni figyelemfelkeltő módon. Mivel, mivel ezzel a technológiával még nem sok cég él, vagy nem, nem sokan kezdenek el hirdetni, vagy megjelenni ilyen tartalmakkal, ezért ez egy kiváló lehetőség kitűnni a tömegből. És ugyanígy a nem csak képből, lehet kiválóan videós tartalmakat előállítani, de videóból is. Csak amit videóból állítunk elő, az sokkal inkább élethű lesz. És például ilyen tartalmat is készítettünk, ami, aminek a végén öt nyelven mondok köszönetet, ezzel is az új szerűségére rávilágítva. És ezek a tartalmaknak sokkal nagyobb elérése van, sokkal költséghatékonyabban tudjuk őket használni a közösségi média felületeken, mert újszerű, az emberek hozzászólnak, kedvelik, megosztják, és, és nyilván ezek a tartalmak innovációt hordoznak magukban, így nem csak egy képi tartalomként jelennek meg, és egy alacsony eléréssel dolgoznak, hanem, hanem ez gyorsabban bejárja a világhálót ugye mondta, hogy ez a kísérlet az egy lett videó, de videót is lehet használni, mondta, hogy van egy stúdió is, akkor azt jelenti, hogy mondjuk egy idő után stúdió se fog kelleni? Tehát, hogy mindent így akár egy képből, vagy egy olyan videóból meg lehet oldani, mert nem stúdióban készült? attól függ, hogy milyen célra szeretnénk felhasználni. Én azt gondolom, hogy minden területnek megvan a létjogosultsága, és mindig vannak olyan trendek, amikben elsők között ott kell lennünk, de ugyanakkor visszatérnek a korábbi trendek is, mert amikor meg már mindenki a mesterséges intelligenciáltal készített tartalmakat fogja használni, legyen az fotós, videós, szöveges, vágynak az emberek arra, hogy, hogy visszatérjünk kicsit az emberség felé és, afelé, a felé, hogy, hogy személyes kapcsolódások, tehát tényleg valós szereplőkkel elkészített videótartalmak. Tehát én nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy ne lenne létjogosultsága a, a hagyományos készítésnek, vagy akár a hagyományos tartalomgyártásnak, vagy éppen egy postai levélnek. Ha én most magam belegondolok, hogy milyen kevés cégtől kapok postai úton levelet, én azt gondolom, hogy abban is van egy hatalmas potenciál, hogy ott megszólítsuk az embereket, ahol, ahol nem számítanak rá, és amitől már elszoktak. És ugyanígy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia által készített tartalmak és addig tudnak kitűnni a tömegből, amíg nem használja azt mindenki, és azok a típusú tartalmak tűnnek ki a tömegből, ami új technológiaként jelennek meg. Tehát ez egy-két hónap alatt már azt gondolom, hogy ugyanezek a tartalmak nem állják meg a helyüket, hanem mindig azt kell megnézzük, hogy hogy mi az aktuális trend, és ennek megfelelően készíteni e, tartalmakat. Ugye most már, amikor a képügyilágnál tartunk, akkor már általában megvan egy termék, vagy egy, vagy egy szolgáltatás, amit ugye kellene reklámozni. Abban tud-e segíteni nekünk a, a mesterséges intelligencia, hogy mondjuk az a termék, amit kitaláltunk, vagy az a cég, amit kitaláltunk, az mennyire lesz sikeres mondjuk így a piacon? Ötleteket tud adni. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy, hogy ne várjuk el soha azt, hogy, hogy megmondja a tudit. Akár a jövőre nézve, akár a, a jelen vagy a múlt szempontjából fenntartással kell kezelni, és többször vissza is kell kérdezni egyébként, mert vannak olyan válaszok, ami, aminek a valótlan az információ tartalma. Ezért én azt gondolom, hogy mindig a, Együtt kell járjon a, a, a mesterséges intelligencia és a, a valódi intelligencia, hogy ez jól kiegészítse egymást, és azokat a tartalmakat, amit akár a jövőre nézve mond a mesterséges intelligencia, annak utána járni. Például lehet nagyon sok olyan kérdést feltenni neki, amihez ugye forrás megjelölést ad. És meg lehet nézni, hogy melyik forrásokból dolgozott, mert hogyha az a forrás valótlanságot állít, akkor nyilván az ő válasza is azon a valótlanságon alapul. Ezért én azt gondolom, hogy mindig érdemes a jö jövő, a jövőbe mutató kérdések tekintetében eh, többkörösen megnézni azt, hogy hogy ez valóban az én számomra eh, releváns válasz és eh, helyes válasz, vagy vagy az, azt mondanám inkább, hogy hogy valós állítást tartalmaz, eh, mert nagyon sok olyan kérdés van egyébként, amire ő maga is azt válaszolja, hogy ebben a kérdésben nem tudok a releváns választ adni. kérlek, hogy hogy járj utána itt és itt, mondj. például az orvoslás tekintetében, ez tipikusan egy olyan példa, ami, ahol ő maga sem vállalja a felelősséget a saját válaszáért, hanem azt mondja, hogy igen, akkor járj utána, kérdezd meg az orvosod, mert ő fogja tudni megmondani azt, hogy ez valós, vagy nem. És ez sem veszi el egyébként a kedvet, hogy, hogy ezt a mesterséges intelligenciát alkalmazzák? Én azt gondolom, hogy ha a helyén van kezelve, és, és, mindenki ennek tudtában használja a mesterséges intelligenciát, hogy, hogy ezeknek megfelelően utána néz, és ötletelés, én, én, mindig azt, azt gondolom, hogy az ötletelés szintjén kiválóan alkalmazható, mert a, amikor ötleteket gyűjtök, akkor, akkor, nem várok százszerzelékos uh, uh, kimenetet, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem várom azt, hogy, hogy most erre alapozom a cégem jövőjét, hanem, hanem gyűjtök tőle ötleteket, amit én magam továbbfejlesztek, vagy éppen uh, talán a legjobb megfogalmazás az az asszisztensi nyújtás, hogy a döntést mindig én fogom meghozni, uh, de ő a mesterséges intelligencia által viszont elő tudom készíteni ezeket a döntéseket. Nem tudom, hogy mennyire vannak értekezletek, vagy vagy, gondolom, hogy vannak azért, a, amikor egy-egy ilyen marketinges összeülés van, de hogy ilyenkor ott van már maga a mesterséges intelligencia, vagy, vagy az azon kívül van, és ön akkor beszélget az éjjel, amikor már az értekezleten kívül vannak. Is is. Tehát használjuk egyébként értekezleteken is arra, hogy, hogy leiratozza az értekezletet, nagyon jól el tudja különíteni egyébként, hogy ki mit mondott, és akkor abból az értekezletből tud egy összefoglalót készíteni, amit, hogyha beépítünk az automatizálási folyamatba, akkor akár ki tudja küldeni e-mailben az értekezleten lévő szereplőknek. Egyébként ezt nagyon sok online konferencia szoftver is beépíti, hogy, hogy már ha azt használja valaki, akkor azt az értekezletet leiratozva tudják, tovább használni, és akár annak az értekezletnek a tartalmából, mert ha mondjuk ez egy két-három órás értekezlet, akkor annak a tartalmából sokkal könnyebb kérdések útján e kielemezni egyes részleteket, mint hogy végig kéne mindent olvasnom. Tehát abszolút alkalmazunk mi is már az értekezletek és a mindennapok során is. Abban is tud segíteni egyébként, hogy ugye az ötletelés szintjén, hogy mondjuk milyen színvilága legyen, milyen, milyen, milyen látványvilága legyen egy-egy kampánynak, hogy melyik az, amire a legnagyobb, a, tehát az ízlést nézve, ugye, ami összegyűlik információ az alapján, hogy mi az, ami az embereknek jobban tetszik? Abszolút, ez is a, a, ugye a világhálón felelhető tudásanyag által tud dolgozni, és azt tudja kielemezni, hogy, hogy ezek alapján, a, a tudásanyagok alapján, akár színpszichológia tekintetében, melyik szín mit jelent, és a célnak megfelelően tudja ezt optimalizálni. Te, de itt is azt, azt emelném ki, hogy mindig meg kell adnunk a célt. Milyen célral hozzuk létre ezt a kampányt, kinek fog szólni ez a kampány, miért, mi a célunk ezzel a kampányjal, és ennek megfelelően tud majd releváns válaszokat adni, akár a színek tekintetében is. Ugye mondta, hogy azért már régóta használják ki a lehetőségeket, ami a mesterséges intelligenciát tekinti, vagy tekintve. Vannak-e már olyan kampányok, amik. Sikerrel zárultak azért, mert hát ö, nagy segítséggel ott volt a mesterséges intelligencia is. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet így ö, állítani, hogy, hogy azért volt sikeres a, a, a kampány, mert a mesterséges intelligencia mögötte állt. E, kell hozzá a mi szaktudásunk, hogy, hogy sikeres legyen egy kampány. Kell az a szaktudás, az a monitorozás, amit mi e, tudunk, nem a mesterséges intelligencia hanem a mi szerzett tapasztalataink és szaktudásunk alapján hozzátenni egy, 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 részéhez. Tehát teljes mértékben ez nem, nem jelenthető ki, hogy, hogy a mesterséges intelligencia múli, vagy a mesterséges intelligencián múlik a kampánynak a sikeressége. Én azt gondolom, hogy nem lehet semmit sem teljesen jelenleg teljesen automatizálni, a, a, és csak rábízni a mesterséges intelligenciára. Ha nincs mögötte egy olyan szakértőm és a szakértő által e, koordinált e, beszélgetés a mesterséges intelligenciával, akkor ezek a kampányok nem lesznek sikeresek a cégek vagy megbízók, akik önökhöz fordulnak, mint marketing cég, ők mennyire szeretnék, hogy ez, a, ez az intelligencia, ez a mesterséges intelligencia jelen legyen akár egy, egy, egy terméknek a reklámjában? Uh, gyakorlatilag vannak különböző területek, amin kérik, hogyha pont az előző témához kapcsolódóan, hogyha szeretnének kitűnni egy olyan technológiával, ami mesterséges intelligencia alapú, például, hogy több nyelvűsítünk egy videót, és a videóban az ő arc képük, vagy az ő avatárjuk mondja el ugyanazt a tartalmat, különböző nyelveken, akkor természetesen használjuk. De, de olyan kérés sosincs, hogy oké, okay, akkor, akkor ezt csak így csinálhatjátok meg, ezt nekünk kell eldöntenünk szakértőknek, hogy abban az adott szituációban érdemese használnunk egyáltalán ahhoz a folyamathoz a mesterséges intelligenciát, vagy nem. Mert vannak olyan folyamatok, amiben viszont egyáltalán nem használunk mesterséges intelligenciát, mert olyan lépések egymás utánja, ami a kampányhoz kapcsolódik, amit csak mi magunk, mint szakértők tudunk megvalósítani hogy a marketingen belül ki lehetne emelni egy területet, vagy egy részt a munkafolyamat során, akkor melyik az, amelyikben a legnagyobb segítséget nyújtja a mesterséges intelligencia? Tehát már az alap, amikor így az ötletelés van, vagy, vagy amikor a képi világ, hogy melyik az, amelyik a legjobban. Ezt nehéz megmondani. Én, én, én azt tudom mondani, hogy a saját szempontomból mi az, amit a azt gondolom, hogy nagyon hatékonyan tud optimalizálni és felgyorsítani, az a videóvágás, videókészítés, videó feliratozás. Mivel az, hogyha gyakorlatilag a mondandóhoz szeretnénk feliratot készíteni, és azt egyesével szavanként begépelni, az, az nagyon lassú folyamat volt a múltban. Most jelenleg már ott tart a technológia, hogy, hogy magyarul is kiválóan feliratozza a videókat, tehát felismeri a, a hang alapján elkészíti a feliratot a videóra, még az írásjeleket is nagyon jól használja, és pontban arra a részére illeszti be a videónak, ahol arra szükség van, és egy-egy gomnyomással ki tud emelni egy szót, vagy akár hangeffektet tud tenni arra a szóra. Tehát a videó vágásnál nagyon-nagyon fel tudja gyorsítani a folyamatot, és ami mondjuk eddig egy fél nap volt, az egy-két óra alatt Megvalósítható akár feliratozás, akár a, a tájolása a videónak, mert ugye a közösségi média felületekre álló tájolású videók e, szükségesek. Amíg egy stúdióban felveszünk egy e, fekvő tájolású videót, a mesterséges intelligencia tudja azt e, optimalizálni, hogyha mondjuk így egymással beszélgetünk, akkor mindig csak a, az, az legyen álló tájolásban mutatva, aki éppen beszél. Tehát e, mindig olyan tartalmat készít, hogy, hogy az éppen beszélő partner mutatja, és azt feliratozza. És ezt különböző platformokra optimalizáltan azonnal elő tudja állítani. Tehát talán itt érzem a legnagyobb segítséget jelenleg a, a, a működésünkbe itt adja. Igen, itt most mondta, hogy a vágás meg a, meg a megjelenítés az, ami a, ami a, leggyorsabb, de én azt gondolnám egyébként, hogy maga az egész, mire megszületik valamilyen marketing termék, egy, egy produktum, abban is nagyon sok időt lehet spórolni. A, igen, ugye maga az ötletelésnél is lehet időt spórolni vele, hogy, hogy ötleteket gyűjtünk a segítségével, de a következő lépés akár a képgenerálás, tehát amikor elkezdünk egy céges arculatot összerakni, és ahhoz ugye egy színvilágot, logót kell készítenünk, akkor például a logó irányvonalakat is nagyon jól meg tudja adni, hogy elkészítünk három tervet a mesterséges intelligencia segítségével, amire vissza tud jelezni az ügyfél, hogy melyik irányvonal az, ami neki a legjobban tetszik, majd azt az irányvonalat pedig egy grafikus kidolgozza olyan minőségűre, ami az ügyfélnek is célja volt, de az első lépést szintén az ötletelés fázisban meg tudja könnyíteni. És ugyanígy a videós tartalmaknál, vagy akár a kampányoknál is, vagy az automatizálásnál, ahol az adott ügyfélnek a folyamatait automatizáljuk, ott is nagyon sok segítséget tud nyújtani, amivel az ő élete válik könnyebbé. Akkor összefoglalva, a marketingnek nagyon jót tett egyébként ez a mesterséges intelligencia. Így van. Én azt gondolom, hogy, hogy élni kell ezekkel a lehetőségekkel, amit a mesterséges intelligencia ad, és mi ebben hiszünk, és mi éppen ezért alkalmazzuk a mindennapok során, és nekem az egyik, az egyik kedvenc témáim közé tartozik a marketinghez kapcsolódó mesterséges intelligencia, mivel én hiszek benne, hogy, hogy ez minőségi javulás, és mind pedig hatékonyságnövelésben tud segíteni. Hát köszönöm szépen, hogy a vendégem volt, és egy kicsit én is jobban beleláthatom a mesterséges intelligencia alkalmazási módjai közül mondjuk a marketingben, marketinges változatában. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a kívást. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Onák Péter, marketing szakértő, akivel a mesterséges intelligenciáról és a marketingről így együtt a hatásokról beszélgethettünk. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra. műsorszám szám tartalmazott